Boldogságos szép pénteket kívánok minden egybegyűltnek. Sziasztok, jól vagytok, remélem. Itt Smét, itt vagyok arccal és képpel. Újból láthattok, és nem csak avatárostul. Igaz, még mindig itt van egy seb a szemem mellett, de annyi baj legyen. Amikor avatározgattam, akkor az egész fejembe volt így dagadva, tehát akkor jobb volt az avatár. Na, kérem szépen, remélem tényleg jól vagytok, és felkészültetek a Resident Evil-ségre. Annyira készüljetek még fel, kapaszkodjatok meg, de kávét ittam. Aki már ismer régen volt, az tudja, hogy ez mit jelent, azt jelenti, hogy fel leszek pörögve az elején minden bizonnyal, sokat fogok beszélni. Aztán majd egyre jobban megy ki a kávé, és átveszi a helyét az éhesség. Nagyjából ez várható. Szia Zsuzsi, szia Blanka, és szia Krisz, szuperák vagytok, hogy itt vagytok, annyira örülök nektek, meg annak is, hogy péntek van, és annak is, hogy Resident Evil-ködünk. Vártam ilyen megosztott érzésekkel. Egyrészt Blanka kérdezte is ugye a szinkront, hát adok, mert jó ideje van szinkronja, de most fejből meg nem mondom, hogy mióta, de a szinkron baromi jó, ugye ezt már elmondtam a God of War-nál is. Milyen furcsán kezdtem elragozni a God of War-nál is, hogy le a kalappal a szinkronsarok dolgozói előtt, hiszen iszonyatosan oda tették magukat a szinkronnál, és szintú ugye a Resident Evil 2-nél. Nagyon-nagyon jó. A másik, amit mondani akartam, az, hogy amikor legutóbb Resident Evil kötünk, akkor ugye az egybeesett a születésnapi streammel, hosszú is volt, sokat szerencsétlenkedtem, de inkább azt emeljük, hogy rengeteget sikítottam, sikortoztam, káromkodtam, féltem, és ilyenek. De meglátjuk, hát az, visszatérve, azért vegyesek az érzéseim, mert a szinkron tényleg nagyon oda tesz, és nagyon jól hozzátesz a történethez, hogy nem kell figyelni a feliratot, vagy fordítani, vagy bármi, hanem úgy egybe átélheted az élményt. Viszont a másik, ami nekem annyira nem jön be, ez a kicsit lassabb játékélmény, hogy keresgetni kell, rá kell jönni. Nekem annyira nem, de tudom jól, hogy igen, a régi Resident Evil szériának is megvan a maga bázisa, és tényleg a maga nemében nagyon jó, de izgatottan várom. De és milyen érdekes, hogy tényleg azt a lassabb játékmenetet fűszerezték ilyen jumpscare-ekkel, meg kiugró, kieső emberekkel a szekrényből, meg ilyenek, itt mindennel is találkozunk. Blanka ajánlja nekem a forró tát, köszönöm szépen, azt meg fogom próbálni, meg az jó is. Zsuzsi meg azt írja, hogy olyan az a seb, mint egy szexepil. De aranyos! Köszönöm szépen, Zsuzsi! Köszönöm, hát amikor reggel fölkelt, amikor volt az avatáros stream, és közben minden bajom volt, tehát igen, az orrom be volt durranva, akkor tényleg mindent tudjátok, kijön az ember, ami kijöhet, na és akkor meg valószínűleg még ezt a sebet is elnyomtam, és így be volt akadva az a szemem, itt le volt így ficcemve, mármint nem a szemem,
hanem így meg volt agadva az egész arcom. Hát, kerültem a tükröt, amennyire csak tudtam. Na, miket írtok még? A GTA 3-nak is van magyar szinkronja. Tényleg, Blanka? Hallod, az most nem is rémlik. De jó! Zsuzsi írja, nagyon jó lett a legjobb pillanatok videót, fájosan röhögtem a hasam, de jó! Nagyon örülök neki, hogy tetszett nektek. Ú, én is nagyon élveztem, amikor vágtam. Olyan vicces, hogy miközben vágom a videókat, néha így elkezdek magamon röhögni, és aztán rajta kapom magamat, hogy magamon röhögök, ami elég viccesen hangzik, aztán azon röhögök, hogy magamon röhögök. Na mindegy, tehát ez ilyen kicsit vicces, de ne felejtsétek el, hogy a legjobb pillanatok hatnak a második része vasárnap debütál. Mikor is állítottam be? Délre vagy egyre? Valami ilyesmikorra van beütemezve a bizonyám. Készüljetek, van még folytatása, lesznek ott még pillanatok. De nagyon-nagyon örülök, hogy tetszett, mert én is úgy imádom ezeket a pillanatokat. És azt is imádom, hogy ti is imádjátok. Tényleg sokat beszélek. Igen, miket írtatok még? Nikol, szia mindenki, kicsit benézek, de hamarosan megyek a melóba. Ó, köszi Nikol, hogy benéztél, és sok-sok kitartást kívánok neked a melódiába, mert most látom, hogy pontosan így írtad. Blanka, olyan kemény vagy, hozzal a sebbel. Ja, köszönöm. Keménykedek a sebemmel. Jó. Oké, és szia T. Roland, szia, nem, még csak a felvezetés van. Teljesen jó időben futottál be, szuper vagy. Na de, még nem volt időm elindítani a játékot, de átkapcsolok ide a játékra, aztán majd mindjárt látni fogjátok, hol van az ikonja, itt van. Bekapcsoljuk. És mindjárt beállít, de miért? Hát ez bolond. Ne oda rakd fel, te nagyon idióta. Na. Rárakta a streames ki. De miért odarakod, te butus? Nekem ez a fő képernyőm. Resident Evil. Mindjárt látni fogjátok, csak átállítom a kijelzőt. Szuper, nagyon sok feloldást megszereztünk, én ennek mind örülök, csak rakd le nekem ide a játékot az én kijelzőmre, kérlek. Megjelenítő. Grafika. Ha kirakom ablakba, le tudom ide húzni. Egy. Na így fel fogod fogni, hogy én ezt szeretném? Nagyon jó. Akkor most csak azt kell, hogy ti is lássátok. Játékkép. És... úgy, ott is van. T-Roland, ha már zseb, akkor zsebelhetek? Ó, T-Roland, láttad, hogy te is bekerültél? Bizony a legjobb pillanatok közé? Remélem, örömöt okozott neked is. Na jó, jól el vagytok, örülök neki. Kezdjünk el játszani. Hú, hát, ja igen, megpróbálok egy gyors összefoglalót még elmondani nektek, hogy mi is volt az első részben, ahol 5 órán keresztül játszottunk. Hű, hát ott voltunk a rendőrfőkapitányságon, ja nem is ott kezdődő. Tehát van a főszereplőnk, és van Claire, az a csajszi, aki a legjobb pillanatokban is benne van, és nagyon, nagyon fűzöget minket, nagyon akar valamit a díszes zsebeinkkel is, a kis csintalan, nagyon csintalan az a leányzó, a kis Claire, már szinte rá volt folyva arra a kapura, annyira akart valamit a díszes zsebeinktől. Na így, van egyszer ő, aki beszeretett volna utánunk jönni a rendőrkapitányságra, de mi hagytuk, hogy ázzon kinn ott az esőben nyugodtan továbbra is, és beszélgettünk vele még egy adagot. Aztán igen, ott a főkapitányságon belül zombikat gyilkoláztunk, kinyitogattunk széfeket, ami beletelt egy időbe, kinyitottuk. Igen, aztán ott volt egy haverunk,
akit megharaptak, aztán minő meglepetés, ugye már az elején számítottunk rá, hogy majd át fog változni, és hogy is volt, hogy még nem változott át, de mondta, hogy ő már nem fog velünk jönni, és már nagyon-nagyon, nem nézett ki jól. Nem nézett ki jól a csóka. Persze meghaltott még pár rendőr, volt sok-sok undi jelenet, zombik kiestek a szekrényből, aztán átjutottunk ott alul egy másik helyre, ami inkább a parkolónak tűnt, a rendőrkapitányságnak a parkolója, ahol találkoztunk, azt hiszem Édának hívták. Na, ő egy kemény csajszi. Ő FBI-os, ja, mi rendőrök vagyunk, Leon. Ő FBI-os csajszi, és úgy kiosztott minket a fenébe, mint az állat. Nekem szimpatikusabb az FBI-os csajszi, kemény. Megmondja a tutit, nem? Jaj, de díszesek a zsebeit. Leon! Tehát nem ilyen, hanem megmondja a tutit. Nem lacafacázik. Nekem ő szimpatikusabb. És ezért is lett a mai stream címe a két nő között. Meglátjuk, melyiket fogja választani Leon. Már hagyjátok, van ilyen a játékban. Gőzöm nincs. Ja, és hát azt se felejtsük el, hogy harcoltunk egy bosszal, ami ilyen bláááát változós undi zombi volt, és így jött ki belőle mindenféle undiság. Őt is megöltük, az nagyon-nagyon nagy volt. Az utolsó skulónkkal, az mekkora pillanat volt, az nagyon bennem maradt. Az kemény volt. És nagyjából ennyi. Fábbit én ennyit jegyeztem meg a történetből. Szia Ádám, szia! Gyorsan végigpörgettem a szemem, hogy miket írtatok. Azt mondja T-Roland, hogy Némber az Ada, akkor rosszul emlékeztem a nevére. Nem mondom, kemény kezű, de inkább szimpatizálok vele, mint a kis Claire-rel, a kis nyényével. Jó. Na, székely káposzta. Jól hangzik. Na, adjunk neki. T-Roland, igen, láttam, de van még. Jó van, akkor T-Roland. Na, adjunk a játéknak. Remélem, hallottok mindent rendesen. Talán egyet így leveszek, de majd látjuk. Történet. Folytatás. Leon, hogy életben maradjon. Oké. Pont el tudtuk olvasni. Szóljatok, ha bármit nem lenne jó. Bármit nem látnátok, nem hallanátok. Ja igen, én még annyit csináltam az előző stream után, hogy visszakerestem azt, ahol lehet menteni, és az itt volt. És már basszus, olyan rég játszottunk ezzel, hogy azt se tudom, mi van. Találd meg az áramköri lap hiányzó részeit. Aha! Forrazgatni fogunk! Mi van az inventoringban? Gránát, már tetszik. Ja igen, a sotit is megszereztük. Ja igen, ne felejtsük el, hogy szuper jó kis porokat tudunk itt fogyasztani ebben a játékban. Jelen esetben növényi keverék. Eszköz, fémből készült, fogantyúszerű tárgy, ez valahova kellett. Valami tűzcsap intyom-pintyomkába, ami meg nem mondom már hol volt. Van villanógránátunk is, meg egy kulcsunk. A kulcs is beugrott. Azt mondta egy csóka, hogy menjünk vissza a parkolóba, és nyissuk ki a valamelyik kocsinak a csomagtartó részét. Valami ilyesmi volt. Térkép. Igen. Őszintén nem emlékszem, hogy mégis merre kéne menni, de azt hiszem, ha itt fölmegyünk, akkor rögtön kiukadunk a bigyókába, a parkolóba. Köszi, Nika, hogy benéztél! Kitartás neked a melóba! Rendőrség, ezt is annyira csípem, mekkora jó dolog, hogy a játékon belüli kiírások is le vannak fordítva. Valami rendőrségi autónak a csomagtartóját nyitja szerintem ez a kulcs. Jaj, tényleg harcoltunk egy zombi kutyussal is. Vagy lehet, hogy... Hallottátok? Jaj, el is felejtettem, milyen para tud lenni ez a játék. Ja, itt nem tudunk ugrabugrálni. Aha, majd visszaszokunk. Mit nyit az a kulcs? Valamit biztos nyit. De nézzük meg, hát ha kiírja. Nem írja ki.
Hűdetéstárgy. De pedig valaki mondta nekünk, hogy ez a kulcs, ez királyság. Nem. Ez az áramköri vezérlő egységgel van összefüggésben. Ez meg már régebbi. Jó. Akkor körülnézünk, aztán hát, ha kinyit valamit. Ha nem, akkor megyünk tovább. Max, milyen jó kis kocsi. Nem laggol semmi ügye nektek. Mindent jól láttok, jól hallottok. Ez hova vezet ez az ajtó? Zárt ajtó. Hát jó. Már megnéztük. Nézd, mutass még. Aj, tényleg a térkép mutat nekünk tök sok jó dolgot. Itt van egy kártyaolvasó, csak azt nem mutatja, hogy hol van az a műtyürke. Ajtópanel. Aha. Igen, ide kell majd egy kártya, és akkor azzal tudunk kijutni. Hát én bedugom a kulcsot, nem dugom? Jó, nem dugjuk. Jó, hát akkor ez nem biztos, hogy ez eredményre vezetett. Pedig én fúra úgy emlékeztem, hogy azt mondták. De akkor nem. Na, akkor próbáljuk kideríteni, hogy mégis merre kell menni. Lefelé... Megint hallottam valamit. Lefelé az tuti. Az hód biztos. És ez az ajtó. Ez az ajtó hova vezet? Arra voltunk már egyáltalán? Jaj, de cukik vagytok! Száll a minden is. Nem tetszenek a hangok. Jaj, erre emlékszem! Itt volt, amit le kellett lőni, de az az ember nem volt ott. Az tuti nem volt ott. Tehát itt volt egy ilyen kis figura, amit le kellett lőni. Jaj. Ó, ez biztos nem ehhez való. Ehhez ilyen rózsaszín kulcs fog kelleni, amin persze még nincsen. Jó, innen húzzunk. Nem szimpatikus. Szia! Jó. Vanna majd! Szia, Camino! Szia! Így van, Resident Evil-ködünk. Bizonyám. Na, Blanka még sosem játszott Resident Evil játékokkal. Akkor nem szereted annyira a horrort? Vajon miért van ide berakva egy kanapé? Nem biztos, hogy akarom én ezt tudni. Igen. Onnan nem szimpatikus hangok jönnek. Akarok én arra menni? Hát persze. Halljátok ezt a vonyítást? Szerintem a sotit vedd elő, Leon. Az jobb lesz. Jaj, basszus, én már most parázok, nem bírom. Jaj. Generálja a feszültséget. Kék növény. Az kell nekünk, add ide a kék növény, bár én ezt lilának mondanám, de ki hogy értelmezi a színeket. De aranyos. Zsuzs írja, hogy ő se játszott. Csá! Leléptem! Biztos nem megyek be oda. Nincs az a jó élet. Hát nem. Hát én nem akarok oda bemenni. Basszus. Tuti ki fog jönni. Ahogy most így le tudom lőni. Ez az így le tudom lőni. Én biztos meg nem várom, hogy ki jöjjön. Jaj, basszus. Egyetértek, Leon. Ez az? Ó, és még van. Ez az. Jó napokat, Adó és Vámi Vata. K
Kevino írt, hogy dőljek le egy kicsit a kanapéra. A szimpatikus ötlet, tetszik nekem. Vegyük fel, persze, a puskaport. Olyan sok helyünk van, hogy simán elfér. Túl nagy a csend. Jajjaj. Rendőrségi közlöny. Raycon City K9-es egysége nyerte meg a középnyugati versenyt. De komoly. Ezek is annyira jók, hogy le vannak fordítva. Jajjaj, tuti valami rám hozzászív, vagy nem akarom. Jajjaj. És halljátok? Ez valahonnan fentről jön. Hol vagyok? Hova vezet ez a bizonyos folyosó? A Bonz terembe. Hát, hova máshova mennénk? Egy zombi... vírusos műtyürkében, mint a Bonz terembe. De nem? Ki ne akarna a Bonz terembe menni ilyenkor? Oppá! Nem tudom, hogy ez jó-e vagy sem. És ezt többször tudjuk használni. Na jó, kaptok még egy kis hangot, hogy ti is ugyanúgy féljetek, mint én. Szia, Szabinka! Szia, szia! Hát, de ezek zombi kutyák voltak, Blanka, meg Zsuzsi. Ezek nem rendes kutyák. Ezek full zombi kutyák. Nekik rossz. Én ez megszabadított. Jaj, basszus. Megint a feliratkozástól. Nagyon szépen köszi a feliratkozás, Gergő. Jó, itt a nagy csendben egyszer csak juhú! Na ez az a juhú volt, amit az egyik streamben említettem nektek, hogy az egyik kedves barátnőm küldött nekem egy hanganyagot, és abban volt benne ez a juhú, és annyira aranyos, hogy gondoltam, ez lesz a feliratkozások juhúja. Remélem tetszik, hogy megijedtem. Nagyon szépen köszönjük a feliratkozást, és üdv köztünk, Gergő! Jaj! Így van, legalább nem szenvedtek tovább a kutyuskák. Zombi kutyák, bizony, Blanka, nagyon durvák. Brutálisan megtámadtak minket. Szerintetek meddig tudom még húzni az időt, hogy nem akarok bemenni a bonzterembe? Még iratkozzatok fel, jó? Pára, hogy ne kelljen oda bemenni. Igen, Szabina írő, írtam egyébként Discordon, illetve küldtem valamit, majd valamikor lesz rá. Jó, mindenképp, köszöntjük. Kíváncsian várom, mi lesz az. Bejöttem a bonzterembe, azért ez már pozitívum. Elhanyt. Újabb jó szó. Elhunyt Justin, igen. A személyzet holtan talált rá a börtönben. A kezek még mindig szorosan ökölbe szorulnak, hullamerevség. Lámpa oltás után halhatott meg. Igen, ez nekünk miért fontos? Ismert kleptomániás volt. Aha, hihetetlen, de még a börtönbe is lopott, bár ez összhangban állt az orvosi diagnózisával. Aha, akkor lesz valami a kezében? Blanka írta, menjél be! Szabina, Resident Evil 2 magyar szinkronnal. Hát hogyne? Hogyne néznénk meg a hullákat? Ne viccelj. Ebben nincs semmi. Told vissza. Bár előtte lehet inkább jobban körbeni. Ennyit kell kihúzogatni? Ho-ó! Az ott üres. Most itt látni kéne a nevet rajta. Hát jó. Told vissza. Igen.
találtunk egy embert! Szerinted te fel fog kelni? Biztos, hogy fel fog kelni. Rohadjon, mert tuti, hogy fel fog kelni. Mivel akarsz interaktálni, Leon? Butas... Jó, te szerencsétlen. Tuti, hogy meg fog mozdulni. A kulcs! Azt a minden, itt de királyak vagyunk. A kulcs, ami kell, a gőzöm sincs már hová. Mi az a kleptománia? Kérdezi Blanka, aki kényszeresen lopási kényszerrel küzd. Így-így, pontosan T. Roland is ezt írja. A hét a kedvence Szabinának. Nagyon jó. Nagyon jó. A héttel nem is tudom, hogy játszottam-e. A négyel és a hárommal tuti. Basszus! Hogy azt a jó meg tudtam, hogy felkezdtem! Ajjajaj! Miért nem lehet összetaposni téged, te? És te honnan jöttél? És nincs töltényem. Hát ezt nem hiszem el. Basszus! Hát ezt nem hiszem. És ne, elfogyott a töltényem. Elfogyott a történy... Most mi a túrót csinálok? Most mit csinálok? Most mit csinálok? Futok, nem tudok más csinálni. Nincs késem, csak villanyógránátom. Basszus kulcs. És Leon nem érzi annyira jól magát. De miért nem használja ezt? Hát már mint hogy így... Miért nem lehet simán rájuk dobni? Hát ez... Húzzunk innen! Megvan a kulcs, a többi nem érdekel, de... Nincs lőszerem. Ez nem tetszik a játékban, hogy limitált a lőszer mennyiség. Jaj... Blankának a 4, a 3 és az 5. rész a kedvence. Jaj... Jaj. Ügye? Zsuzsi is írja, hogy milyen anyagból vannak ezek a zombik. Én nem értem, hogy miért kell beléjük ennyi lövést. De most, hogyha komolyan belegondolunk, egy fejlövés, szét kéne robbannia a koponyának. Elektronikai alkatrész. Nem ez kell a műtyürkébe? A főküld... De... nagyon jó. Akkor húzhatunk innen a viharba. Csak adjál léci lőszert. Ez jó. Ezt össze tudom rakni. Ezt, ezzel. Jaj, te jó. Jaj, te jó. Lett 3 lőszerünk. Valakit hörtyög? Ádám, úgy oda teleportáltak a zombik, mint hozzám a busz megállóba a szegények pincét. Ez jó. Jaj, adj még nekem, légy szíves. Lőszert. Légy cike. De na. Abból eléggé hiányosak vagyunk. Most minek lehetett ide bejönni? Persze, kapcsoljuk be, hogy kell. Így. Mind kapcsoljuk be. Adjunk neki. Nem tudom, mi ez. Miért ne? Akármit is jelent ez. Miért ne? Jó. Jó. Ja, hogy Szabina, most, hogy, ha jól értem, azt kérdezted, hogy nekem melyik a kedvenc részem? Ja, értelek, értelek. Hát mi a nekem, én a 3-mal és a 4-jel játszottam, ha emlékeim nem csalnak, így igen, igen. Csak azokat tudom mondani. Ó, ezt nem vettem észre. Olyan vaksi vagyok, nem vettem észre a zöld növényt, pedig az jól fog nekünk jönni. Összerakjuk a kékkel.
És akkor még királyabb lesz. Szuper. Hova is kellett ez a kulcs? Ezzel a három lőszere nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevesek leszünk. Adjál nekünk. Oda nem megyek vissza. Nem vagyok én. Hülye? Nem merek ajtót nyitni sem. Kézét ez a játék. Valahol itt volt? Valahol itt volt az az ajtóság. Azt tudni. Ez mi volt ez a hang? Hallottam ám. Na itt, itt volt valamerre. Egy esernyő. Hé, hol volt? Melyiknél? De talán a térképen meg tudjuk nézni. Aha, 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 itt kell bemennünk. Valamelyik itt felsikoltott. Biztos az, amelyik legutóbb még ott feküdt? Persze, hogy az, már nem fekszik ott. Ezek túlélő zombik. Ez az. Mondd, hogy ez valami lootos hely, és szétlootolhatom magam lőszerrel. Please. Fotófilm. Fotófilm. Hát ahhoz vissza kéne mennünk a rohadt messzire, még a pálya legelejére. Hát jó. Elrakjuk, nagyon max, majd eldobjuk. Ez mind komolyan játék. Miért nincs végtelen számú lőszer? Mindenkit szétgyilkolnék. Szanaszét lennének lőve. Há? Ez nem volt nyertes. Kékkel mutatja, tehát ott kiszedtünk mindent, amit ki kell szedni. Itt a generátor teremben mutat nekünk egy kapcsolótáblát, ugye ott voltunk az előbb. De hogy az miért jó nekünk? Azt nem tudom. Lehet, hogy az nyitotta ki ezt az ajtót? De még mindig piros. Jó, szia Szeráb, szia-szia! Majd biztos rájövünk. Hova kell mennem ezzel a műtyürkével? Nem a kártyaolvasóhoz? Elektronikus ajtópanel? Lehet, oda kell mennünk? Franc sem emlékszik már rá. Igen. Ezzel vissza tudnánk menni a rendőrségre. Nem tetszenek a hangok, de nem akarunk visszamenni a rendőrségre. Igen. Itt kilútoltunk mindent, ha jól emlékszem. Csak mert még nagyon kéne nekünk lőszer. Tudom, hogy már... Tuti meg fog mozdulni. Tuti. Biztos vagyok benne. Valamikor meg fog mozdulni. Nem erre. Egyenesen tovább. Az erre. Jaj. Vakarja az arcát, látjátok? Viszket neki. Ő még alszik. Ő is. De... Így lejjebb veszem inkább a fülest. Az éjjedek én meg állandóan. Ez mit csinál? Húzd!
Mi van oda írva? Redőny felnyitása. Fel van nyitva. Jó irányba vagyunk. Itt nem rejtegettek nekem lőszert? Ő énekel. Hát jó. Tényleg itt volt a haverkoma, akivel beszélgettünk. És valamiért, ha úgy emlékszem, hogy amúgy tök jó lenne kinyitni ezt az ajtót, de arra nem emlékszem már, hogy hogy. Ja, ezzel? Szerintem ezzel. Melyikek az elektronikai? Ezek. Nem már, akkor ez nem ide való. Akkor hova túróba való? Jaj, halljátok a kutyát a háttérben? Ezt tuti halljátok. Ez tuti. Egy pillanatotokat kérem szépen. Na, visszatértem, gyors voltam. Igen, igen, a kutyuska elkezdett gyűszíteni. Jaj. Szoktak akkor is, hogyha mentőt hallanak, akkor is neki kezdenek. De most szerencsére tudtátok hallani, hiszen valamelyik adásban mondtam nektek, hogy nagyon-nagyon tudják adni. No, kérem. Elektronikai alkatrész doboz. Vigyek ki, fújjon magam. Ami nem ide kell. Hát de akkor hová? Vörös virágot nem rakhatunk bele? Egyiket se, nem? Nem? Hát jó. Akkor itt még keresgetni kell erre-arra. Szerep kérdezi, milyen kutyum van. Kettő is van amúgy. Most főleg a nagyot hallhattátok. Ő egy kaukázusi. És Zokninak hívják. A másik pedig egy labrador keverék. Ő egy kis fekete és pamacsnak hívják. Na, a Zsuzsinak is szokta a kutyuskája, amikor sziréna van. Jó van akkor. Érdemes ide bármiért bemenni? Nem. Jó, akkor hagyjuk a fenébe. Akkor még keresgetni kell, mert ezt én benéztem, hogy nem ide kell a kulcs. Ott arra lehet amúgy tovább menni? Azt néztem már. Még nem néztem, akkor nézzük már meg. Aha, ehhez is kulcs kell, avagy nem nyitható. Jaj, na ezért rossz, hogy régen volt rezident, ugye közbe jött akkor valami, hogy nem tudtuk folytatni, hogy nem emlékszem már annyira, hogy mégis mit és hova kell vinni, de majd rájövünk. Ide-oda elcsatangolunk, aztán szépen rájövünk. Vagy nagyon max, vagy kérem a segítségeteket, ha nagyon-nagyon elvesznék. A kártyaolvasóhoz kártya fog kelleni, azunk még nincsen. Jó. A rendőrségre nem érdemes visszamenni. Ez itt mi? Várja, a télakú szelepkar... Ha bele tudom rakni, ami nálam van, azt nézzük már meg, hogy az bármi hasznos dolgot generál-e. Krisz írja, először ki kell bontani a dobozból. Ne bontod, Krisz! Ne szívas!
Tényleg? Krisz, de jó vagy, köszit. Ezt elfelejtett, hogy meg kell vizsgálni a cuccokat, amik nálunk vannak. Tényleg, de jó vagy, köszike, köszike. Ez most hatalmas help volt. Jó, de ha már ide lejöttünk, akkor egyrészt megnézem, hogy mik vannak az én kis ládikomban. Zöld növény van, azt kivesszük, azt mindjárt ötvözzük ezzel a vörössel. Kombinál, úgy. Ez a méreg anyagokat távolítja, ez meg ugye nagyon sok életerőt regenerál. Szerintem a kézigránátot elrakjuk. Puskapor. A fotófilmmel nem fog visszamenni. Igen. Igen, igen. Szerintem így jók lehetünk. A többivel nem tudok nagyon mit kezdeni. Hol rá is mentünk egyet. Szuper. És itt mutatott nekünk valamit. Hát most tökre nem mutatja. Fúra pedig itt mutatta. Hát emlékszem. Hát de kamuzik. Na akkor a kicsomagolt dobozunkkal újból visszamegyünk. Isten királyságos a fiú. Valamikor látható lesz a kutyukád? Fú, hát az nehéz lenne megoldani szerem. Valahogy kintre kivezetni egy kamerát. Mert kinti kutyuskák. Csak természetesen ide a ház elé telepednek. Arra kell mennem. De lehet majd valamikor készítek róluk valami kis videót, vagy valami ötletnek minden esetre teljesen jó. Vagy megyek vissza? Igen, erre. Még nem mozdult meg. Tuti megfog valamikor. Sziasztok! Tudom! Így van. Most már nem hozod rám a farászt, nem? Nem hozod? És akkor helyezd be. Behelyezte. Még keresni kell ide valamit? Gondolom. Azt mondja. Ne várjál. Ez úgy néz ki, mint valami Lego. Nem tudom én ezt megmókerolni. Szeretnék vele legózni. Mert látjátok, hogy tök rossz felé mennek a kábelek. Ehhez még akkor biztos hiányzik valami, de mi? Ez tuti, hogy olyan, hogy így mozgatni kell, forgatni kell benne az alkatrészeket, nem? Csak meg kell forgatni, hogy oda belemenjenek a lilába. De szerintem innen még hiányzik egy... De most hova rakta azt, amit én belehelyeztem? Jaj! Akkor még kelleni fog? Istenként! Jó ötlet szerem. Rendítsek. Majd lehet bedobom Discordra egyszer. Teljesen jó ötlet. Írjál Blanka egy horror sztorit. Legyen benne mindenféle szál. Amit csak bele lehet rakni. Jó, akkor hova a túróba kell most menni? Jaj. Mert hogy ez még nem volt elég ide. Oda kártyánk még nincsen. Kapcsoló táblával kéne szerintem biztos, hogy valamit kezdenünk. Csak nem jöttem rá, hogy mégis mi, de szerintem biztos, hogy a mellette lévő ajtót kell vele valahogy kinyitni. Rossz felé megyek. Oda akarunk bemenni.
Leon szeretne legózni, így van, Franka. De hát nem akarja az igazságot. Nem erre az arra? Ja igen, így körbe kell az egészen mennünk, hogy be tudjunk jutni a generátorterembe. Hát jó. Hát jó. Itt voltak a kutyusok. Csak már nincsenek. Elméletileg itt nem hozhatja rám a szívbajt most semmi, mert legutóbb itt kitakarítottunk, ugye? Igen. Egyedül a Bones teremben nem takarítottunk ki. Lehet, hogy oda vissza kéne menni, mert lehet, hogy ott még van valami hasznos dolog. Egy próbát megérne. Mert ugye pirossal mutatja. Három töltényünk van. Hát... Rohadék. Ne szívass már, hogy két soti kell egy zombiba. Gyorsan, gyorsan nézzük át, mert aztán még meglep valamelyikük azzal a sok töltényemmel, ami van. És sikítani fogok, meg futni. Jó, üres. Persze! Ennyi volt, nincs több lőszer. Van nálad valami? Ez a néni üres. Akkor rakjuk vissza. Basszus, nincs több lőszerünk. Ez mekkora? Jaj. Jó, ebbe sincs semmi. Nehogy valamelyikőtök felkeljen, mert agyfrász kapok. Tudom, van-e ilyen szó, de agyfrász. Ezt tuti fedé pedig fel fog kelni. Ott van mellette egy villanyógránát. Menjél vissza! Szia! Jaj, Isten. Üres? Na. Üres? Piattúró! Ezek szivatnak. Ez mekkora szív... Ó, egy vörös növény. Az jó, az jöhet. Ebben a játékban nagy növényszeretőek lettünk. Ő itt... érdekes pózban halt meg. Jó. Húzhatunk? Húzhatunk, ugye? Nincs itt más. Mindent kinyitottam, mindent megnéztem. Mindent kilútoltam, ami nem volt sok. Jó, zúzzunk innen. Nagyon... Zombi csoptányok. Úgy, Zsuzsi. Bonsterem kék. Ha. Jó, akkor át van vizsgálva. Na akkor jöjjünk rá erre a kapcsolótáblára. Nem is értem, minek van nálunk fegyver, amikor nincs már bele lőszer. Nincsen késünk, semmink nincsen. Botrány. Jajjaj. Igen. Nekünk beszél... De hát én ezeket felkapcsoltam. Ezeket tuti felkapcsoltam. De látjátok, nem lesz zöld az ajtó. Valamit még hibázik. De mi? Akkor biztos, hogy valami... Valahogy úgy kell a kapcsolótáblát beállítani, hogy a zöldre váltson. Kizárásos alapon. Na.
De lehet csak én gondolom ezt túl. Nem kaptunk semmi infót ehhez. Igen, ez a, hogy lelőjük azokat a kis figurákat. Ez pedig... Igen. A generátor szobában kell lennie az áramköri elosztónak, tóknak. Nem, itt írja, hogy csak egy ilyen elosztó egység van. És valami óratorony. Az óratoronyban kell lennie még egynek. Aha. Jó, el vagytok a jetten. Jó van. Jó is a Last of Us. Jól van. Nem nagyon kaptunk ahhoz infót, hogy ezzel mégis mi a túrót kéne kezdeni. Pedig szerintem arra kéne tovább menni. Lehet. Tudjátok, mit tudok még elképzelni? Ma úgy látszik, szeretnek szerepelni a kutyák a streamben, hogy mind a két résznél a pirosnál kell lennie a mutatónak. Szerintem az lesz a megoldás. Hát ez nem olyan egyszerű, várja. Ott jó, de ott még nem jó. Na, várja. Na, várja. Sehogy nem jó! Ez a kapcsoló csak a másodikat állítja. Ez mind a kettőn állít. A harmadik is mind a kettőn állít. A negyedik is, de az nagyon-nagyon sokat nyom a másodikon. Tökre megjegyeztem, vagy nem? Hát... Incsom-pincsom, tálibe. Betalálsz-e a piros helyére? Na, gyerekek, jöhet help, ha tudja valaki, hogy kell ezt a kapcsolótáblát bekapcsolni. Hogy jó legyen. Nem tudom, hogy csináltam! Nem tudom, de siker! Nincs előszerünk, fussunk innen, de nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan, úristen, találtuk magát! Hogy rohagy meg! Zárd be az ajtót! Nem bírom ész a játékot! Nem bírom! Persze, hogy a monsterebbe jöjjünk be! Honnan jöttek ezek a kutyák? Kifutok, de mint az állat. Egyenesen, jobbra el, át a kenelen, ajtón ki. Nincs lőszerünk. Csak egy villanygránátunk, amit nem enged hozzádobni a kutyushoz. Egyenesen, jobbra el, át a keneles részen, ki az ajtón, és úgy. Fuss el! Basszus, ezek át tudnak menni ott alul, láttátok? Persze, hogy láttátok. Jaj! De nincs lőszere, mit csináljak a kutyával, érted? Hát nem hiszem el. Menjél már, Leon!
Biztos, biztos béke és nyugalom vár ránk az ajtó mögött, hát biztos. Énekeljek nekik? Nem hiszem, hogy használ, de aranyos az ötlet. Minek fogod azt a full üres pisztolettót? Leon? Akármi is támad, mert minket semmit nem tudunk velük kezdeni. Na, itt is takarítanak. Kamusok. Nem is tak... Van, várjatok, volt valahol valamilyen hangom. Kell majd egy ilyen halleluja hang. De most csak tapsom van. De kelleni fog halleluja hang. Jázd le a tapsot, kedves! Háhó, köszönöm. Fú. Kettő lőszer. Sokra megyünk vele. Juti Fali, a kis ujjadat úgysem használod annyit. Na, te ismered a mondást, Zsuzsi, aki a kis ujját nyújtja, annak az egész kell. Pont így van a mondás. Mhm. Ez visszavezet minket a főkapitánysághoz. Na hát. Növény. Jöhet. Ha kombináljuk a vörössel, akkor mi is lesz belőle? Oktatóanyag. Nyöm, tárgya kombinálása. Nem, gyógyító eszközök, nem. Valahol leírta nekünk pedig tök jól, hogyha mit mivel kombinálunk, mi is lesz belőle. De mindegy is. Mi lett ebből? Szóval zöldet zölddel, az nagyon jó. Méreganyagok, és csökkenti a sérülések mértékét, és véd a mérgezéssel szemben. Aha, hát ez tökre... ad nekünk életet. Persze, hogy mentünk. Két töltény megváltja a világot, írja Ádám. Fú! Azért jobban érezném magam, ha lenne még. Az mi? Az jó, ahhoz már csak még egy kell, és akkor tényleg lesz is töltényünk. Ó, de jó! Oh, 15 lőszer a fegyverbe. Mert ez még amúgy fokozza a hangulatot ebbe a játékba, hogy... hogy tényleg így... Ez mi ez? Ó, lámpa. Hogy figyelni kell arra, hogy mennyi töltényed van. Mi ez a zene? Jól van. Gondolom, ezt nem, nem lehet egy ilyen helyre rakni az inventoriban. A puskapor! Azt ötvözzük azzal a mátyikkal. Nem vizsgáljuk meg. De ezt ahol de jó, hogy Krisz mondta, hogy kell vizsgálgatni a játékban, ez tökre kiment a fejemből. De ezeknél persze pont nem. Ez az még töltény. Adjál még! Szinte hall engem a játék! Maglőszer. Töltsd csak be. Ó, látjátok? Ott van a kis figura, ami ilyen kis gyűjthető kis tárgy. Lényegében. Ez eddig is itt volt. Elektronikai alkatrész! Nagyon jó! Nagyon jó! Mi megvizsgáljuk, mert rá van írva valami. Pihenő szoba. Bejárat redőny. Pihenő szoba. Aha. Pihenő szoba. Jó, megtaláljuk.
Blanka kérdezi, mit szólok hozzá egy PlayStation zombi apokalipszishez? Simán! Simán! Nyomás Blanka! Utána küldelem valamelyik játékgyártónak, hogy csinálják is meg. De egy kicsit mélyebben bevezetsz minket a történetbe? Vagy van-e valami, ami kirajzolódik? Szereplők, milyenek, valami. Jaj, egy kicsit örülök, hogy lett történjünk. Na nézzük, hol van a pihenőszoba. Where is the pihenőszoba? Itt nincs. De most komolyan majd vissza kell mennem ide. Franc se tudja. Ezt meg nem utasd, mert az előbb voltunk ott, aztán senkit nem érdekelt. Pihenőszoba. De várjál, hát most vagyunk a pihenőszobában. Akkor nem értem. Minden esetre elektromos biztosíték. Elektronikai alkatrész megszerezve. Hát nem értem. Annyira ezt most nem értem. De no para, majd rájövünk. Ja, itt is be tudnám deszkázni az ablakokat. Mikor fogják rám hozni a szívbajt most? A kurva anyád. Pontosan. Az ott zabál. Ne zabáljál előttem, illetlenség. Főleg egy másik ember zabálgatni. Hagyd békén az ablakot! Halleluja! Egy kés, egy nagyon jó kis kés. Felszereljük persze. Csak a villanó gránátokkal úgysem mentünk sokra. Használ. Tadá! Basszus! Ez, hogy ennyi nem, három töltény kell egy zombiba, szétnyílt a feje. Fúj, de rohadt undorító. És akkor most vissza tudunk menni a rendőrfőkapitányságra, hát ez tök jó. Hát, én el fogok veszni ebbe a játékba, gyerekek. Innen, ahonnan azt hittem végre megszabadultunk erről a rohadt nagy helyről, most vissza tudunk jönni. Sötét kamra. Jó, menjünk a sötét kamrába és nézzük meg, milyen filmtekercset kaptunk. Nem tudom, miért lehet fontos, de biztos. Igen. A történetem szerint egy különleges ital miatt történt az apokalipszis, amiről kiderült, hogy a PlayStation karakterek vére és egy fiatal Nathan Drake nevű túlélőnek kell megállítania. Na hát, hogy pont neki, Blanka! Na igen, igen, Zsuzsi írja, hogy ő volt az elején, aki nem tudta segíteni. Igen, igen, igen. Ő mondta, hogy igen, menjünk neki segíteni, és elkezdtük áthúzni, aztán elkapták a zombik az egyik felét, mi a másik felét meg áthúztuk. Ja, 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 emlékszem, emlékszem, Zsuzsi. Ilyen bájos egy helyszín. Hát itt rengeteget kell menni, hogy oda eljussunk. De no para. De mi? Nem foglalkozok veletek! Nincs annyi lőszerem. A világon, hogy mindenkit kinyírjak. Nem erre, erre. Ez biztos, de gondolom nem tudunk nagyon más tenni, mint erre jönni. Az is tuti meg fog mozdulni. Itt meg...
itt lesz a csóka, aki már meg volt hóva. Nem kicsit meg volt halva, meg rákcsálták. Fogadjunk, hogy itt lesz. Aha, de tudtam. Marvin! Jaj, ne! A francba! Íj, de csúnya volt! Ne boszkasd már ilyen hülyén a fejedet! Ezt nem hiszem el. Köszönöm! Adsz egy kis töltényt, Marvin, nem? Jó. A laptopodat? Nézhetünk rajta odvas streamet? Igen? Ha itt átmegyünk, az elméletileg jó lesz. Fú, itt mennyit szenvedtünk ezzel, ennek a kinyitásával, te jó élet! Igen, itt nem mutat semmit, de érdekes. És még ha megfigyelitek, itt is lesz még egy tref ajtónyitás, meg egy szív ajtónyitás, amivel majd ide bejuthatunk. Ó, anyás. Nálam most milyen kulcs van? Káró! Csá! Leléptem! Na mi? És nincs töltényem. Hát ezt nem hiszem el. Ezt nem, hol vagyok? Miért itt vagyok? Miért nem ott vagyok? És megint nincs töltényünk, hát én ezt nem hiszem el. Zsákutca! 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 Jó, akkor halljunk meg, hát mit csináljak ezzel? De bejutottunk. Hát én ezt nem bírom, gyerekek. Ha beszívott egy kis paracskát, az már is jól lett. És mi értitek, mi a túrót csináljak? Nincs. Na várja, hogy van három töltényem? Jó, hát sokra megyek a három töltényjel. Azt is vett ki. És a fotófilmet is vett ki. Igen. De várjátok, a fotózáshoz le kell itt kapcsolni a lámpát. Mármint, hogy megvizsgálni a fotóbigyókat. Azért hívják sötét kamrának. A film bizonyítékokat tartalmazhat, ne hagyja elől. Jó. Használ. Ne! De komoly! Hát ezt valóban fölírjuk, tehát most megmondja nekünk a kódját, DCM, fölírjuk a 3L szekrénynek. Aha. Hát ez de komoly! Hát ez tök jó! Látjátok, mennyire nagyon örülök? Repesek az örömtől! Jó. Inkább töltsd meg a fegyveredet. De miért nem tölti meg a fegyvert? Az nem ebbe való töltény lenne. Fél automatához ne szivass. És nekünk még nincs fél automatánk. Oh. De fáj nekem ez. Hogy nagyon...
Igen, Zsuzsi, lehetne egy kicsit több helyen töltény. Hát de basszus, ez a sima normál mód. És ez hogy? Hogy a viharba éljek úgy túl, hogy nincs egy darab töltényem? Nem tudsz másképp harcolni? Ja, de mondjuk valamit tudnék kardoskodni a késemmel. De az hogy is kell? Az hogy kell? Nem, valami... Aha. Á, a space-el. Sokra megyek vele. Biztos fogja érdekelni a zombikat, hogy én itt hadonászok vele. Jaj. Hát... Zárható szekrények terminálja. Nem ez kell nekünk. Mert ehhez még meg kéne találnunk egy gombot. De komolyan is itt az ablakokat mutatja, ahol nem tudnak bejönni, meg ahol be tudnak jönni. Azt is mind le kéne zárni, vajon? Az irattárba tökre nem tudunk bejutni, mert nincs hozzá nyitókánk. Cukik vagytok, repül a minden is. S, ez még kevés lesz ahhoz, hogy bármit is csináljunk vele. Mármint ezzel a kallantyúval. Krisz, van ez egy Deluxe Edition fegyver, pár euróért, és ez egy végtelen lőszerű rakétavető. Ne szívas, Krisz! Hát ez mekkora hülyeség! Fizess azért pénzt, hogy végig cheatelhessd lényegében a játékot, nem? De most nem? Igen, Zsuzs is ezt írja, hogy akkor meg túl könnyű. Hát ez... Az olyan szerencsétleneknek, mint én, biztos, hogy segítség, de... De közben meg ez a, így érzem benne az unfelséget. Hínye! Jó, hol van a 3E szekrény? Hát, ha ad nekünk sok-sok lőszert. Nézzük, biztos valahol meg van jelölve a térképen. Mondd, hogy meg van jelölve. No. Emelő. Fegyvertár, de jó is lenne. Várószoba, szép. Hajtókarfoglalat. Bakker, ezeket mind végig kéne nézni. És még ezt is mutatja. Ja igen, ez az akármi, de ide nincsen cuccunk. Se kártyánk nincsen, se elektromos műtyürkénk. Tehát akkor. Sötét kamrába nem tudunk már más rakni. A zárható szekrényhez nincs több gombunk. Nincs, akárhogy is gondolkozom. Tehát akkor valószínűleg a másodikra kell felmenni. Villámsólyom, ott figyel a fegyvertárban. Ahol van egy PC, arra nem emlékszem az, amit kell kezdeni. Jó, menjünk a másodikra, ott nézzünk szét rendesen, hogy hát, ha tudunk valamit kezdeni. Közben hát, ha nem halunk meg. Tárcsászár. Itt van az óratorony. Úristen, egészen idáig el kell mennünk, hogy megszerezzük a cuccost. Hát, őszintén nem tudom, hogy túl fogjuk-e élni. Van egy késünk, meg villanógránátunk, és ennyi. Sziasztok! Nem vagyok itt. Nem. Tökre nem vagyok itt. Nem. A lőszertelen odvasva nincs itt. Jaj. Csak itt valami bonyodalmas módon lehetett eljutni. Azért jó már végül, azért szeret... Ja, de most már zuhanyzón keresztül át tudunk jutni.
Jó. Akkor megvan. Adjatok kérlek egy kis lőszert. Te maradjál ott fekve és ne morogjál. Árád, emlékszem! Te kis sunyi! Te nagyon sunyi vagy. A bújócska győztes. Itt nincs több szekrény, amit ki tudnánk nyitni. Teljesen így rá vagyok ki görcsölve a játékra, ha megfigyeltétek a testtartásom. Egy kis zuhanyzás. Úgy elő, hátul. Hát jó. Fogmosás, borotválkozás, Leon. Az egy tipikusan megmozdulható zombiság. Figyelj, itt annyi minden ketyvere van. Ketyvere új szó, írjátok fel magatoknak. Tehát a ketyveréket összekutyuljuk, és lesz belőle egy bombasztikus szappan, amin elcsúsznak a zombik. Na? Mit szóltok hozzá? Bombasztikus zombi szappan? Jöhet? Valami szűrcsög, meg hűrcsög. Mi? Pirom én ezt, azt a jó élet! Pia túrót keres az a plafonon! Hát az agyam eldobom! Csá! Lehetne keményebb is, például taposni tudhatna, ugye? Mit csinálok? Teljesen szétestem. Aha, ott van a PC. Jajajaj, most ugrott be. Ehhez meg valami hülye pendrive fog kelleni. Helyezze be az USB eszköz. Mindjárt behelyezem én azt neked, aztán felgyullad itt minden. Nem tudjuk használni. Nincs USB-nk. Ahogy keresgéltem az interneten, annyit találtam, hogy van ehhez is mondjuk úgy interaktív térkép segítség, de nem akarom használni. Valóban elmentettem, de... De én már az is inkább cheat, talán. Hogy megmutatja, hogy mit hol találsz. De nem is tudom, hogy az teljes mértékben. Jó, az biztos, hogy ezzel nem tudunk még jelenleg mit kezdeni. És Blanka, Leont, én irányítom jelenleg, még mindig. És nem nézünk föl a plafonra. Ott még nem jártunk. És a könyvtárba majd le tudok menni. Nem nézek fel a plafonra. Akkor nincs ott. Akkor nincs ott. Bizony, bizony. Ó, ezt ki tudjuk nyitni. Ez jó. Ez jó. Ez is jó lenne, ha lenne még hozzá egy kis cucc. Megkaptunk egy kis puskaport. Na, a mosógépben nem bújtatok el? Ilyet már egyszer találtunk, hordozható szév. Nyomkodni kellett össze-vissza. Space. Hogy is volt ez? Ja, így, aha. Nem jó? Tehát... Ne. Aha, tehát lehet így is kezdeni, hogy ott. Nem jó, na még egyszer. Itt, ez, nem, pötty, nem jó, pötty, nem jó, mit nem próbáltam még, pötty,
Ezt már próbáltuk. Pöcs, pöcs, pöcs. Ez jó, pöcs, pöcs, pöcs. Micsoda? Zsuzsi, ehhez van kulcs. Várjál, Zsuzsi, ezt mihez írhattad? Ja, igen, 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 az ajtóhoz. Igen, 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 pontosan. Blanka meg írja, de ha igazi lenne. Én nem tudom elképzelni, hogy milyen lenne, ha igazi lenne, mert ez egy játék, érted? És nem tudom. Nem tudom, Blanka. Nem jó? Plöcs. Ne, ó, elrontottam el. Plöcs, plöcs, plöcs. Ez az! Jó? Már csak 25% esélyen van eltalálni a következő lépést. Milyen igaz, amit Zsuzsi ír, hogy akkor nem lehetne irányítani. Így van, így van. Igen. Ó! Oh! Bevált a 25%, most már csak 33%, mármint most már 33,3333% esélyem van. Plöcs, plöcs, plöcs. Na, mi volt utána? Ez? Nem jó. Plöcs, plöcs, plöcs. Igen. Nem, basszus, nem már. Mi volt utána? Ez? Aha. Nem egyszerű, nem egyszerű. Jó. Plötyi, plötyi. Plötyi. Basszus. Na ki a túró jegyzi meg ezt? Péntek. 17:30. Igen. Plötyi. Nem. Igen. Nem emlékszem rá, mi volt utána. Vagy jó, hogy még nem találtam ki. Hát se tudja már. Menni fog! Bízottak bennem! Ötven százalék esély! Tökre nem jegyeztem meg már, mi van. Ez az! Yes! Pót! Ez az! A gomb! A gomb! Yes! Yes! A gombbal ki tudjuk nyitni az utolsó széfajtót, amiben emlékszik már fene mi volt? Ha, talán... talán eszköztár növelés? Sajn se tudja. Köszönöm a kis reakciókat! Szállnak ezerrel! Zsuzsi írja egy képzett rendőrtiszt, nem hiszem, hogy hagyná. Ha csak nem a parancsnoka vagy. Ja, az irányítással, írja Zsuzsi. Köszi a GG-t, köszi szépen. Nekem ez itt egy szimpatikus hely, itt nem mászkál semmi a plafonon. Maradhatnánk a mosodában. Van cselezokni is. Rengeteg törölköző. Jól van, hagyjunk neki. Oda be tudunk menni? Szerintem nem, piros sem mutatja. Nem nézek fel a plafonra. Be tudunk menni. Jaj, erre a helyre emlékszem. Itt kellett ezt a szoborocskát megoldani. Kékkel mutatja? Kékkel mutatja. Akkor jó. És itt ki tudok menni a könyvtárba. És a könyvtárba meg tudnánk nézni az emelőkart. Feküdjetek, jó? Nincs töltényem. Értitek? Nincs. Nem tudom hozzá használni. Egy káró alakú kulcs. Ja, nem. Bolond vagyok. Most ezt olvasom. Jó, ehhez még mindig nem találtuk meg, mi kell. Vissza kéne menni a földszintre. Táskafejlesztés? Akkor jól emlékeztem. Köszi, Krisz. Vissza kéne menni a földszintre, hogy ki tudjuk nyitni
a cuccost. Aztán vagy először elrohanunk itt a széfbe, megnézzük, hogy az-e az a széf, amit leírtak nekünk. Ha én itt kimegyek... Itt felszedtünk mindent? Ja nem, hülye vagyok, hát azt nem szedtük fel. Igen... Concentrálások mennek, kérem itt ezerrel. Nem engedte a tekerőkart belerakni, Zsuzsi, azt próbáltam belehelyezni. De nem akart összekombinálni vele. Igen, jó helyen vagyok, ugye? Na, térkép. Bocsánat, sokat nézem a térképet. Szép, ja, hogy ez ott van. Hajtókar foglalat. De azt meg tudnánk használni. Először elmegyünk a fejlesztésért, aztán megnézzük a hajtókar foglalatot. De ehhez a széphez meg még nincs kódunk. Ehhez még nincs kódunk. Mert a másikhoz volt... Mik ezek a hangok? Jaj, ehhez még bizony nincs. De hol van az, amihez megkaptuk a kódot? Bakker. Azt nem mondod meg, hogy hol van? Három eszekrény. Az oké. Okay. De hol? Én, ha jól emlékszem, viszont a táskafejlesztős szobácskák, azok a földszinten vannak. Na persze, hogy ez megint él. Szerintem nem hiszem el komolyan. Leltárraktár, azaz. Kérünk egy GPS-t a leltárraktárba. Miért nincs GPS a játékban? Kérünk GPS-t. András, mondd meg, hogy hol forduljunk jobbra meg balra. Itt vagyok most, ahol a barátunk áll, pont arra kell menni. Igen, igen, pont oda. Szia! Itt is van egy szép, de ezt kinyitottuk. Ja. Ez most beugrott. Igen. És pont velünk szembe lesz a cucc. Futi! Tudtam, hogy itt valami nyűrkézni fog. Úgy. Ügyes. Teljesen kész. Helyezd be. Pontosan. Rakd bele. Úgy. Ügyes vagy. És akkor... Kell nekünk a 203-as. Minden mást kinyitottunk? Nem, azt hiszem még van, amit nem nyitottunk ki. Mindegy, kezdjük a 203-assal. Te meg maradjál csöndbe, jó? 203. Yeah! Add ide! Add ide! Ne nyinyörkézzél! Maradjál csöndbe! Nem hallgat rám, öftáska! Jihihi! Jól jön több tár cipeléséhez. Újabb díszes zsebet kaptunk. Lesz mit mutogatni Claire-nek? Jaj. Az a csaj. Igen. Tudtam én. Ó, de jó. Add ide. 103. Kell nekünk még egy kis. Legalább az legyen. 103. Király. Yes. Yes, yes. Elméletileg az összeset kinyitottuk. Ja. Jaj, csak nem akarok kimenni, az az igazság. Hogy mutatja a térkép? Kék. Jaj, de jó. Most mehetünk vissza a másodikra.
hogy a hajtókaros műtyürkét kinyissuk. Mi mutogatja ennyire a sötét kamrának a mosogatóját? Szív alakú ajtónyitó. Nincs olyan. Nincs. Na menjünk a másodikra. Essünk túl rajta. De ez itt vár rám. Menj már el innen. Nincs másik kijáratom. Hát nincs. Csá! Ezt nem tudom, hogy éltük még jelenleg túl. Tudtam, hogy te itt fogsz válni, ezért is rögtön jöttem jobbra. Jobbra el. Mentsünk egyet. Olyan csodálatosan állunk, hogy mentsünk. Persze. Nulla lőszer. Nincs is ennél jobb. Jogar, nem jó semmire, semmi nem jó semmire. Kulcs, azt se tudom hova kell. Mindegy, mindenre is rájövünk, előbb vagy utóbb, de inkább az utóbb. Ott vár és éhes, igen. Éhes, mint odvasva a stream végé, pontosan, Zsuzsi. Így, 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 így. Igen. Erre, aztán zsüm, pontosan. Ez a terv. Akkor tudtok mindent. Ennek örülök. Azaz lefordítom magyarra. Itt be rohangászunk. A széffel még mindig nem tudunk mit kezdeni. Jó, mondjuk itt nem fognak minket bántani. Aztán elfordulunk balra. És ott a folyosó végén a hajtókar foglalattal kinyitjuk az ajtót. Amúgy az durva, hogy még, ha jól emlékszem, egyszer nem haltunk meg ebben a játékban. Jól emlékszem, ugye? Nem tudom, hogy, de túléltük. És a jogarra még mindig nem tudom, hogy mit kéne kezdeni. Ez az a figura, amit le kell lődözni. Ja, le kéne. Kéne, ha lenne. Lőszerem. De nincs. Basszus, ez is szív alakú. És látjátok, ilyenkor szokta azt mutatni azzal a kis pipácska, hogy több helyre nem fogjuk tudni használni ezeket. Azaz, ezt ki lehet ezt a két cuccot dobni. Eldob? Így van. Eldob. Yes. Hol vagyunk most? Hova vezet ez a lejárat? Meg a feljárat. Szia! Hogy de aranyosan rá vagy cuppanva! Kihallgató szoba, meg megfigyelő szoba. Mi? Nem erre összekavarodtam. Hát persze. Szív alakú kulcs. Ide is. Bejött! Bejött a csóka, várjál! Ezt azonnal kombináld össze azzal. Yes! Yes! Yes!
Életemben nem örültem még ennyire három lőszernek. Kell két kulcs is. Ide. Ami nincs. Futi! Ez nem tudom milyen reflex volt, de ott volt. Ennyit a lőszereknek. Add ide vissza a késem. De nagyon gyorsan. Csá! Leléptem. Még maradt egy. Van egy fadeszka, amivel be lehetne akkor majd az ablakokat deszkázni. Tökre nem fog vele foglalkozni. De várja, ez nem ugyanaz? Villanógránát. Egy slotba három fér, vagy mi? Na. Mondd, hogy ez olyan, amit használhatok is. Kérlek. Yes! Yes! Ezt is olyan gyorsan el fogjuk használni, mint legutóbb. Ugye? Zsuzsi kérdezi, mi ez kaszinó, hogy minden ajtón kártya jel van? Hát de komolyan. Teljesen egyetértek. Na, keleti tárolóhelység, meg erkély. Meg ezt se fedeztük még fel. Na jó, na menjünk. Mi baj lehet? Híres utolsó mondatok! Azt kombináld össze azzal, lett belőle méreg anyagokat eltávolító cucli keverék. Ez is egy megoldás. Nem használunk. Nagy fogaskerék! Háj, de jó! Kettő helyet is elfoglal a mi az inventoringban. Hova fogaskereskedjem magam? És miért lehet... Töltény! Töltény! Na jó van. Nyakon lőttem. Ez az. Valahol van még valami, amit fel kell itt szedni? Mi a hova kell azt a nagy fogaskereket használni? Hagyjam eldobom. És merre is menjek? Hát lehet 8 felé menni. Szinte nem tudom. Valamelyik ajtón bemegyünk, azt meglássuk. Mert lehet sok felé menni. Maradjál ott, akkor meg tudom nézni, hogy itt hagytam-e valamit. Nem hagytam. Jó, futi! Gyors vagy, barátom! Kiürült! Tök jó. Azt a jó anyádat! És mind a kettő fel kell. Ezt én nem értem tényleg ebbe a játékban. Ez engem kikészít. Hogy nem lehet megölni két lövéssel a rohadt zombikat.
Krisz pedig csak egy kulcskártya kéne. Ja! Mindent nyitó. Erre meg nem lehet menni. Hát agyam, eldobom. Jó, akkor kihúzunk innen nagyon gyorsan. Alig maradt lőszerünk. Vagy be is rúghatná az ajtókat. Mekkora igazság, Zsuzsi! Mekkora igazság? Hát ez egy felnőtt rendőr férfi ember. Hát simán. Ők tanulják, hogy hogyan kell faltörökosként. Mi? Kiráz a hideg. Én ezt nem hiszem el. Ez kinyitja az ajtót. Hát itt vagyunk. Ki? Hogy is van ez a dal? Itt vagyunk. Valami földben nyugvó angyalok. És néha szenvedünk. Álmodunk, hogy a Resident Evil 2-t egyszer még megcsináljuk. Nem jön ki, de már nem érdekel. Szerencsétlen. Jaj, Leon! Aki bincsa, az bincsa. Ez van. Csak jó lehet. Hol a jó péklapátos sántító műtyürkében vagyunk? Tető. Vízszelepkar. Hát megmozgattam a vízszelepkart. Mit kell azzal tennem? Nem tudok semmi más nagyon mókerolni vele. Ennek... Mi értelme van? Hozzám ide neked a tüzet? Vagy mit szeretnél? Mert érted, hogy kéne oda helyeznem egy csövet? Vát? Nem, az be kéne valószínűleg zárni, és úgy tudnánk eloltani azt a tüzet. Aha! De mégis hogy? Leon tök szerencsétlen. Nem tud-e semmit? Leon! Egy kis növényzet. Ezeket tudom tovább kombinálni? Tudom kombinálni még a pirossal. Ne durva! Ez miért jó? Teljesen helyreállítja az életerőt. Ez jó, ez tetszik. Akkor azt is összerakjuk. Ezt meg már nem tudom kombinálni. Jól le van. Azt az egy tárat még oda tárasz be, kérlek. Jó. Most hol vagyunk? Mik ezek a hangok? Kérdezem tőletek, kedves közönség, kedves chat. Mik ezek a hangok? És miért megyünk felé? Ennyi volt! Elfogyott! Elfogyott!
Zét, kardozlak titeket! Ez az, nyeljétek el mind a két tőrömet, ez pont jó! Az istenit! Edd meg a villanygránátot úgy! Rohadj meg! Ja, hogy most nincs egy darab, de ott van a késünk. Tökre érdekli. Már leszakadt a keze, értitek? És veszélyben vagyunk. Hát én ezt nem hiszem el. Ezt én nem hiszem el. Add ide a kis kését neki. Miért nem használod a késed? Leon. Levágtuk a lábát. Már nem tud járni. Teljes őrület. Aha. Aha. Ez tök jó. Ez szuper jó. Kazánház. Na menjünk be oda, ahonnan két zombi is kijött. Mennyire látjátok rajtam, hogy teljesen... Teljesen úgy érzem, hogy reménytelen a helyzetünk. Az nagyon jó. Sokra megyek bele a puskaporoddal. És ez hova vezet? Nem tudjuk hova vezet, de mindjárt kiderül. Kezetlen, lábatlan. Valakinek nem hiányzik egy kulcs? Nem! Elegem van a kulcsokból! Mentsünk! Persze, hogy... Mutasd, mi van a ládikomban. Semmi jó. Kézigránátot rakjuk el. Maglőszerrel nem tudunk semmit kezdeni. A jogarral nem nagy... Van benne egy ékkővel. Lehet, hogy ezt is meg kellett volna vizsgálni? Nem tudom, mit kéne kezdeni. Ó, és tényleg. Vörös gyémánt, egy csodálatos megjelenésű drágakő. Igen? És azzal mit csináljak? Nem tudom, mit kell vele csinálni. Lehet, hogy valamit kellett, de már nem emlékszem. Ezt megoldottuk, arra emlékszem. Mindegy, nem tudom. Mi, kinek adjuk? Adjuk oda Claire-nek! Hát teljesen el lesz alélva, hogy ahó, kaptam egy kis drága követ. Ui-ui! Kulcshegyek, úgy-úgy, Zsuzsi. Hova legyek? Jó. Jó. Ez megoldva. Ti feküdjetek ott tovább békében. Itt ezt miért mutatja még pirossal? Elfordítottuk azt a kart. Elfordítottuk. Ó, hát ez... Jaj! Jó, ennek örülök, ennek örülök. Zöld növény lenni jó. Ijá, ijá, ó. Ha
Így, Zsuzsi. Mindig a filmekben, a pincében vannak az olyan helyek, ahova menni kell. Meg a kapcsolók. Yes! Problém megoldva. Ez gyönyörűen félig angolul, félig magyarul. Ó, ezt majdnem nem vettem észre. Hát ne vicceljél. Hát majdnem nem vettem észre. Most Leonnal mi volt, hogy ilyen hülyén tartotta a kezét? Jézusom! Basszus! Mi a túró? Egy lőszer! Ennyi! Most fogunk meghalni! Meghaltunk! Ez az! Meghaltál, folytatás? Persze, jöjjünk vissza zombiként. Úgy legalább nem bántanak minket. És visszarakott 7 lőszerrel. És Zsuzsi írta is, hogy nem most fogsz meghalni. De ez mi, hogy berak ide egy hatalmas óriás zombit, aki még fel is van öltözve. Mégis mi? Mit csináljak vele? Fussunk el! Nem futunk el? Nem futunk el? Miért nem futunk el? Mit csináljak én ezzel? Hát ez egy állat! Hát mit csináljak vele? Nem tudom, mi legyen most, Leon! Hát honnan tudjam? Hát ez remek. Aha, ennyi volt. Hát... Ez mi? Ez mi? Ezzel mégis mit? Hogy? És mit kezdjek vele? És miért? Igen, egyetértek, Zsuzsi, hogy ez így nem fair. Hallom a lépteit. Most mégis hova kéne, mit kéne csinálnom? De most komolyan mi a túról csináljak vele? Basszus. Hát ezt nem hiszem el! Hogy? Szűjek magamnak lőszert? Vagy mi? Várja, leöntöm vízzel! Kriszt azt írja, hogy ezzel, ha jól tudom, csak bújócskázni kell, mint az Aliennel. Oké, tetszik az ötlet, Krisz! Tetszik! Nem tetszik, mármint ezt így...
A lámpát, ha lekapcsolom. Nem tudom, hogy le tudom-e kapcsolni a lámpát, Zsuzsi. De nekem innen rohadtul ki kéne rohannom, nem? Nagyon más megoldás nincs. Föl a lépcsőn. Be az ajtón. Át a cuccoson, mert nem tudunk másfelé menni. Meg a kézilámpánkat, azt nem tudom lekapcsolni. Ja, azt írod. Tudtam, már nem tudom lekapcsolni. Ez jó! Menjél arra, menjél, fussál, hát ezt nem hiszem el, basszus, ez a león, ez egy gyökér. És megint bement oda. Én is arra akarok menni. Nem tetszik. Meg kell nektek mondanom, hogy nem tetszik. Hogy nem tudom felvenni a harcot ez ellen, az emberke ellen, mert nincs semmi. Nem tetszik. Igen, Susi, itt nincsen annyira nagy logika ebbe a játékba. Vagyis tele van logikai feladványokkal, de nem. És most hogy hozom ki onnan? Vagy... Most nem tudom ezt irányítani. Miért nem tudom ezt most irányítani? Tök jó lett volna elterelni a figyelmét ezzel a karral. Fussál, Leo, mintha az életed múlna rajta, fussál. Ez az, végre átjutottunk. Nem hiszem el. Nem hiszem el. Én mindjárt mentek itt egyet. Nem bírom én ezt. Nem bírom én ezt, gyerekek, idegileg. Itt nem tudok menteni? Nem, itt csak egy szép van, mi? Hallom a lépteit, a nagy döngő lépteit. És mégis hova menjek? Azt mondja, elektronikai alkatrész megszerezve. Nem tudtam semmit kezdeni az áramkörös műtyürkével. Nem értem. Vagy ez a nagy fogaskerék kéne hozzá? Több gép tartozik, a lehet. Lehetséges? Emelővel nem tudok mit kezdeni, pendrive-unk nincsen. Harmadik emeleten van-e ja, de most lett új ajtónyitogatónk. Gyerekek. Be tudunk menni az irattárba. Menjünk be az irattárba az első emeleten. Adj nekem lőszert, kedves játék. Bár nem vagy olyan kedves. Milyen nyitogatónk lett? Treff. Először menjünk az irattárba. Nem tudom miért. Menjünk oda. Itt bemegyünk, zsim-zsum-zsum, zsigy... Aha. Pont így. Vagy egyszerűen a recepción át. Egyszerűen a recepción át... Az erre van. Jó felé megyek? Jó felé megyek. Ha meglátunk zombikat, mint ahogy itt lesz, nem nagyon tudunk velük mit kezdeni. Csak futunk. Ez a plafonon ugrálós, nem érdekelsz, nem foglalkozom veled. Nem tudok veled mit kezdeni. Sajnálom, ez van. Megvárod, míg kinyitom itt az ajtót, és szépen bejövök ide, jó? Jó. Ja. Ezek mik?
egy kézigránát. Na ez olyan emelő műtyürkének tűnik, ami kell a könyvtárhoz. Aha, és ha így megvizsgáljuk, akkor kiírja, hogy ez egy emelőkard. De jó! De jó! De jó! Kész, teljesen lehozott az életről most ez a játék. Ez az, lesz lőszerünk, amit full feleslegesen belelövök majd megint a bossba. Yes! És ez most végig itt fog trappolni? Hát komolyan agyamat eldobom. Ilyenkor hol van a csajszi, aki... Bocsánat! Hát ez hogy került ide? Hát ezt én nem hiszem el! Hát ezt én nem hiszem el ezt a játékot! Most már kezd nagyon elegem lenni! De komolyan! Mi? Kérem vissza azt a békés nyugalmat, amikor csak ki kellett kerülnöm a zombikat, és a trompillival nem kellett foglalkoznom! A trappolóval! Hát ezt nem hiszem el! Hova akartam menni? A könyvtárba. Második emelet, ugye? Onnan érem el a könyvtárat. Igen. Persze! Hát ez engem... nem értem. Hát én ezt nem értem. Tramplino, úgy. De várjál, haver, megemelem itt azt a szekrénységet, amit meg kell emelnem. Jó. Biztos oka van. Így. Tökéletes. És... úgy. Talán nem tud létrátmászni, miért ne tudna. Most szivatsz? Leon, most szivatsz? Ekkorát nem tudsz ugrani? Te fúra szivatsz engem, bakker. Jön a trampi! Zene van! Hát agyam eldobom. Most komolyan? Ott van! Nem bírom én ezt! Nem bírom! Hát ezt nem bírom! Haj! Nem bírom. Megyünk vele még egy kört. Én nem tudom. Én nem tudom, mit csináljak ezzel, de komolyan. Trumpi, hol vagy? Basszus! Ezt megszívtam. Ez tud létrehozni, gyerekek. Ez tud létrehozni. És most mit csináljak én ezzel a szerencsétlen nyomorulttal? Haladni kell. Oké. Rendben, Leon. Ha te azt mondod, akkor haladjunk. Nem tudom, mit kell vele csinálni. És ez miért jó, hogy ez itt trampol? Hát én nem tudom. Nem vágom. És most hogy megyek vissza? Én hogy tudom békében megoldani úgy a feladataimat, hogy ez békén hagy? Jó, én itt hagyom ezt a helyet. Nem tudok most jobban. Csá, haver! Tök igazad van, egyetértek.
De te hogy hagyom itt el ezt a helyet? Mert ugye azt nyitottuk ott ki. Jaj, gyerek. Valahol átjöttem ide. Ott a tűzlépcső. Tudja a franci. Sajtószoba, keleti iroda. Megint trappol. Hát én nem, nem. Nem bírom. Nem bírom. Igen? Csá. Igen. Itt dumcsisztunk a csajszival. Aki még valószínűleg még mindig kínál az esőben. Igen. Gőzöm nincs, gőzöm sincs, mit akarok. Megyünk valamerre. Most olyan oda visszamegyek, az nekünk nem jó. Hát onnan szabadultunk meg. Oda nem megyünk vissza. Azt meg még nem tudjuk kinyitni. Ez nem hogy? Akar megdögleni. Hát ez a viszont. Bírom. Nem, hát ez... Hogy lehet bírni idegekkel ezt a játékot? Van köztetek, aki ezt végigjátszotta? Ezzel mit tudok kezdeni? Ezzel nem tudok semmit kezdeni még jelenleg. Mi mutatod? Én szívesen megszöknék innen. Ez egy hülyeség, ez egy hülye hely, ez egy... A helyzet is hülye. Adjatok ti is békén. Van még egy késem, hogy egy sem maradjon nálam. Mit szólsz ehhez? Add vissza mindkettőt. Ez az, használd el az összes lőszeremet. Egyél villanygránátot. Hát ezt nem hiszem el. Ezt se hiszem el. Egyetek mind villanygránátot. Pontosan. Volt késem, volt lőszerem, már egyik sincsen. Te meg egyél kézigránátot. Pontosan. Hát ezt nem hiszem el. Hol vagyok? Felrobbant! Sokra megyek vele. Hát hát ez... Hol vagyok? Még garázs. Legalább olyan szempontból jó helyen vagyok, hogy én innen lelépek, és megpróbálok visszajutni a tudjátok hová? Hát, ha rohadt nagy fogaskerék használ. Persze. Még ezek is. Még ezek is. Pont ez hiányzott. Pont ez. Akartam kérni még két zombi kutyát. Nem elég a trappoló állat. Még akartam kérni két zombi kutyát. Pontosan. Bocsi, hogy elfelejtettem mondani. Én kérek elnézést. Ez egy tényleg egy mazoista játék, susi. Szemel. Nem használhatjuk rá a fogaskereket. Se ezt, se emezt. Hát... Akkor mit csinálok én ezzel? Mit csinálok egyáltalán mindennel? Most vissza tudok menni a könyvtárba. De hát úgy, hogy ott van a trappoló végig a nyomomba. Úgyhogy?
Ja, nem is beszélve a zombi kutyákról. Kikészülök. Ha én itt lemegyek, az nekem jó valamiért. Nem igazán. Ezt hogy? Ehhez rohadt ügyesnek kell lenni, hogy ezt túl tud élni. Nem, tényleg nem értem. Nem vagyok annyira szerencsétlen videójátékos, hogy... De azt nem... Nem, tényleg nem értem. Nem értem. Erre kell mennem? Nem. Mi? Várjál. Arra a másik irányba kell mennem, ami erre van. Egyél valamit, Leon. Ezt edd meg. És megint itt a rappol. Ezekről nem is beszélve. Aha, hát tök jó, hogy ide bejöttünk. Csak innen nem tudunk másik oldalon kimenni. Velük mit kezdeni? Nem értem. Ha itt... Hogy jutok el oda? Hogy is jutok el oda? Sajtószobán keresztül nem, a moston keresztül nem. Ott valami bonyolult módon már nem működik az agyam. Teljesen lefagyaszt ez, hogy ez itt üldöz. Na jó van, gyerekek. Mégis bementem a nőibe. Itt inkább menjünk egyenesen, hallom, ahogy trappol. Ciao. Pista, aki trappol. Trapista? Kézai Susi, trapista. Ez jó. Ajaj. Hova akartam menni? Ja igen, a könyvtárba. Megoldani azt a valamit, ami azt se tudom, hogy jó lesz, ahogy megoldjuk. De biztos. Hát, agyam eldobom. Ettől a játéktól. Fogd meg! Leon. Úgy. Engedd el, ügyes vagy. Fogd meg a következőt. Úgy, nagyon ügyes. Még... Ez az. Biztos nem hallja a trapista. Úgy, nagyon jó. De ez is mekkora baromság. Egy idióta baromság, hogy nem tud ugrani egy... 20 centit, értitek? 20 centit nem tud ugrani. Ez mi? Aha. És itt mi nem jártunk. Ha lesz lőszer, örülni fogok. Ha nincs lőszer, nem örülök. Növény van. Ah! Oh!
hagyj meg! Hogyja békén! Hogyja békén! Nem tudom így nyugisan megnézni az ajtókat, hát... Nem hiszem el. Az vezet pedig az óratoronyba. Oda kell mennünk. Már nem is tudom miért, de oda kell mennünk. Hagyjál békén! Akkor egyél meg, egy valami... Leon, ez egy szerencsétlen harcos ez a Leon, még ütögetni se tud. Értitek? Ütni se tud. Javítási terv. Harang magas kulturális értéke. Igen. Eltörik a járom, biztos fontos. Bocsi, Susi! Írja, hogy jaj, de megijedtem! Ó, ide kell biztos ez a rohadt fogaskerék. Tessék! Mehet a harangozó teri. Aj, ott egy dobozka, abban lesz a nyitok kulcsa, mindegy, értitek. És ebben mit rakjak bele? Egy karnyújtás nyira van az a cucc. Mi ez a hely? Miért? Mindjárt elalélok a puskaporttól, várjál! Mindjárt, ja nem. Hát, agyam eldobom, gyerekek. Agyam el fogom dobni. Ja, mit rakjak bele? Hát, hogy egy gyémántot belerakom. Ugyanilyen fogaskerék kéne ebbe is. Szivas még. Jó, biztos be kell menni még az egyik trefszobába, ahol megtalálom a nem tudom én mit. És akkor úgy. Hogy jutok fel ahhoz a lépcsőkéhez? Gondolom, nem tudom. Ja, hogy én ennyire vaksi vagyok? Már látsz, te szét vagyok csúszva tényleg. Ott van a doboz. Ott, de mit csináljak, hogy elérjem? Nyújts ki a kezed, Leon, nem olyan rohadt nehéz az. Átnyúlsz, az kész. Nem? Hó, nem. Kis fogaskerék. Jó. Yes. Nem adom vissza a kis fogaskereket. Már elvettem, nem adom vissza. Nehogy az hitt. Ez érdekes, hogy a trappoló nem jön ide. Gondolom azért, mert úgy... Tudja a játékkészítő, inkább azt mondom, hogy itt nem lenne hova menekülni előle, mert egy irányú, olyan, mint a zsákutca, mert az. És most elindult valami szerkezet. És most?
És most... Tudjátok, ki tudja, hát nem én. Most kivette a nagy fogaskereket, hogy fölvigyük? Gondolom. Aha! Itt az ész. Csak szerencsém volt. De jó. Ez milyen jó, hogy elindult. Azt a dobozt ide, add ide. Köszi. Yes. Remélem, erről nem kell jelentést írnom. Hát, majd csak a jelentés érdekelne téged, Leon. Foglalkoznál inkább a rengeteg-rengeteg zombival, meg a trappolóval. A gyerekek. Ez a játék kikészít. Kikészít. Yeah. Megvan, mehetünk vissza. A, tudjátok hova? Szerezd meg a mély garázs kulcskártyáját. Ja, de, aha, menjünk először vissza, tudjátok hova. Jajajajajajajaj. Teljesen borzadály, ami itt folyik. Ezt miért mutatod? Ja, tényleg meg most elértünk egy új csarnokot, ott meg kéne néznünk ott ezt az utolsó részt. Tárcsás zár. Érdekes. Az a gond, hogy... ott vannak zombik. Az az én nagy gondom. Pedig... nem, oda... oda... köszönöm nincs, hogy jutunk el. Nem tudom. De az biztos, hogy... most jussunk vissza. Hínje, ez fájni fog. Így van, Krisz, nincs lőszer. Gondolom kéne. Gondolom kéne. De nincs. Nem erre. Egy éződ növényt, úgy. És hogy jutok vissza, hogy? Közöm nincs, hogy jutunk vissza. És még a trappoló is ott lesz. Esélytelen kb. Láttátok? Ott jön. Leon, te szerencsétlen. Csá! Igen. Nem. Gőzöm nincs, várjál. Hát már nincs agyam. Kikészít itt ez a rengeteg rettegés várószobán át. Valahogy a földszintről, nem? Kellett eljutni? Már nem emlékszem. Földszint? Igen. Nem erre. Hanem emelre. Hogy van? Miért nem hagyták nyitva ezt az átjárót? Sokkal egyszerűbb lenne. Ja, tényleg meg oda is be kéne menni. De... itt bemegyünk, zsi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 zs
Szerintem használhatod azt a térképet, mert a játék sem fel. Hát, igen, igazad van, Zsuzsi. De... Hát, nem tudom. Ezt tudom mit mondani, Zsuzsi, hogy nem tudom. Már az se segítene rajtunk, mert se lőszer, se semmi. Krisz, neked sikerült végigjátszanod ezt a játékot? Csak kíváncsiskodom. Igen. Igen. Nem érdekeltek. Most ha én itt felmegyek, akkor az nekünk jó lehet? Oda-vissza nekünk tök... megérné menni? Hogy jutottam el? Hát nem is tudom, nem vágom. Nem, még Krisz nem játszotta végig. Jó van akkor. Mármint, bocsi, de olyan szempontból megnyugodtam, hogy akkor nekem sem volt talán akkor olyan egyszerű. Jaj, de ha jól emlékszem... Jól emlékszem, valaki írt, hogy végigjátszottam is egyszer. Le a kalappal, hogy így bírjátok ezt a brutális, stresszes helyzetet, mert ez konkrétan, ez a játék azt idézi elő. Nagyon para. De arra, hogy nyosak vagytok. Írja Zsuzsi, nem veled van a baj. De biztos lehet ezt okosan, de jelenleg azt látom, hogy konkrétan újra kéne kezdeni a játékot, sokkal ügyesebben kéne takarékoskodni a lőszerrel. De akkor se értem, hogy tisztítod meg a helyszíneket, a helyeket? Nem tudod. Ezt meg kell tartani egyszerűen a lőszert. Nem értem. Nem értem. És hogy jutok? Hogy? A zuhanyzónát jöttem. Ja, de csak azért, hogy eljussak a fegyvertárba, amihez hozzá se fértünk végül. Hogy megyek vissza? Hogy megyek vissza? Van negyedik emelet is? Ah, ez az óratorony. Hogy megyek vissza? És basszus, tényleg nem emlékszem. Tudjátok, mire gondolok, ugye? Vissza szeretnék jutni oda a lenti szakaszba. Miért is szeretnék? Jaj, hogy behelyezzük az új cuccost. Teljesen szétestem, gyerekek! Teljesen, totálisan szétestem. Ah, a könyvtárral nem tudok kezdeni semmit. Valahogy a földszinten keresztül kellett, csak annyira megzavar engem ez a trappoló móki, hogy hihetetlen. Nyisd ki megint, itt szívesen lemennék, nem? Nem. Na, nézem ezt a rohadt térképet. Az a lépcső, az felvisz. Igen. Akkor valahol itt jobb oldalt kell keresnem, itt erre az átjáró szekciót. A tűzlépcső lesz az, azt hiszem. Talán. Talán. Igen. Ha meg nem, akkor ciki. Akkor átmegyünk a biztonsági őrszobáján, és ott rájövünk. De szerintem nem az lesz az, hanem amit én mondok. De ha erre lesz a trappoló, nem, helyette zombik vannak. Csinálj valamit, Leon, miért vagy ekkora szerencsétlen?
És meg se tudom gyógyítani magam. Igen. Jobbra. Vagy meg tudom, nem tudom már magam meggyógyítani. De ugyanitt voltam az előbb, nem? Nem jó! Nem arra kell menni! Merre kell menni? Akkor erre kell menni. Hát nem tudok mit csinálni velük. Nem tudok. Ez az, gyertek, még akartam kérni. Please. Come on, everybody. Mindenki Odvasvára. Légy szíves. És itt meg itt lesznek azok a rohadt kutyák. És mindenképp át kell mennünk a kutyákon. Mindegy. Ha meghalunk, azt majd berak valahová. Az lesz valami. Mert tényleg nem tudok jobbat. Hány kutya van itt? Elhagyom, eldobom. Ez az, lehet forgatgatni végre. Tehát a két mütyűrnek kell eljutnia odani. Jó, ezt is mindjárt megfejtjük. Gyerekek. Nem bírom én ezt. Eznek biztos erre kell mennie. De itt még hibázik valami. Hogy van ez? Tehát ez ide kéne belefutnia valahogy. Ide kéne belefutnia valahogy. De csak egy világít, akkor még valami hibázik a történetben. Yes! 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 Fúra meg vagyunk halva, ez mindjárt itt fel kell. De most már van parkolási engedélyünk! Ez az! Meg az árvaházról szóló pletykákat. Számomra nem tűnik véletlennek az, hogy pont az Umbrella a jótevők egyike. Köszi a Gigi-t. Azt mondta, hogy az interjú az Umbrella új ösztöndíjáról fog szólni. Ugyan már ne, de senkit nem érdekel. Őket a G-vírus foglalkoztatja, és ez a kibaszott nagy víznyelő, amelyről egyébként az a hír járja, hogy egészen egy föld alatti laborig vezet. Szóval most válaszolni is fog, vagy... Az interjúnak vége. Ki volt a csaj, akivel beszélt? Azt nem figyeltem. Igen. Anettel beszélgetett. Ez már a harmadik csaj, akivel találkoztunk. Hát nem, vele nem találkoztunk.
Jó, hát köszönjük, egy kis cuccas tudtunk meg a történetről. Mit keresnek? Ez jól jön, csak hogy éljek túl. Szörnyekkel van tele pörgésük. Tirant, a végső biofegyver, amit ezek a roldékok fejlesztettek ki a legnagyobb titokban. Belegondolni is rossz, hogy az a valami itt mászkál. Ez a trappoló! Hogy is nevezted el, Susi? Trapista? Ez a trapistát az Umbrella fejlesztette ki. Azt a rohadt élet. Valószínűleg már utasították, hogy tüntess el a tanukat. Hát... Mondom, mi lehet a terv. Nem sok minden. Csak annyi, mert hogy lótúrónk nincsen, tehát semmink, hogy bemegyünk a mély garázsba, aktiváljuk a kulcskertjet, és elhúzunk innen. Persze. Hát persze. Eddig is mehettem volna erre? Hát persze! Hát persze! Hát persze. Mégis mi a túrót csinálja? Nincs bombám. Feldrobbantottam volna az egészet. És ugyanúgy visszarakan egy semmivel. Nem tudok mit csinálni. De komolyan. És most meg erre jön. Nem, tényleg nem értem most mégis mi a túrót kéne. Ezt elhibáztad, barátom. Ekkora baromságot. Hogy fogom én ezt túlélni? Hogy? Hát persze! Hát persze, hogy! Édana! Én mondtam, hogy ő lesz a barátnőnk. Ő tökösebb, mint a Claire. Kezd unalmas lenni. Na de mondod! Megmentettem a seggedet másodszor. Nem gondoltam volna, hogy számolja. Nézd, ez nem egy játék. Ide lent semmi sem hal meg. Nem. Ezért intézkedhetnél. Erős Pista. Hát ez igen, megoldottam. Remélem, megvan a kulcskártya. Mi volt az a fej? Igen. És ez is. Remélem, megmagyarázza, mi van rajta. Talán. Miután meghallgattam. Jó. Tűnjünk el innen. Ez tetszik, ez az ötlet. Az is tetszene, ha jönne az, hogy teljesítetted a játékot, vagy valami. Escape, úgy. Kaptunk egy achievementet. Ez az a... Éda, tűnjünk el innen. Nézd, már áthajolt alatta. Nem magyarázza,
meghallgatja, tök jó. Most mi lesz? Ez az infó kellett? Sajnálatos módon nem. Bennem jutott sokra. Akkor mit is keres pontosan? Információt azokról, akik felelősek ezért. Na és te? Próbálod megmenteni a világot? Én magamat. Megígértem, hogy hozok segítséget. Próbálnám. Sok sikert hozzá. Kösz. Tényleg Tahó, de sokkal nekem jobb fej, mint a Claire. Mert ő legalább tökös, és megölte az erős pityút. Itt vége. Az ezt jól látod. A fegyverbolton átvezet. Az tetszik. Tetszik a fegyverbolt szó. Azt mondja, itt vége. Mert nem tudunk mászni, mi? Ez nem az Assassin's Creed, vagy a többi. Micsoda felfordulás. Adjál lőszert! Az is jó, mi az? Hosszított cső. Adjam, eldobom. Na várjál. Kombinál azzal. Tök jó. Csak lőszer is kéne hozzá. Hogy lett rögtön 4 lőszerünk meg... Mi? Vagy ez nem azt mutatja? Ja, ez nem azt mutatja. Ugye? De, hogy lett 4 lőszerünk? Vát? Benne volt a hosszított csőben? Nem baj. Örülök neki. Örülök neki. Vedd fel. Achievement. Olvasd el, mielőtt Jill. Mi? Levél a boltosnak. Bla bla bla, megvan rá az okod, hogy itt maradj. Úgyhogy bízom benned, vigyázom magadra. Rosszra fordulnak, egyéb intézkedéseid nem működnének. Tudod, hol találsz, Jill. Minden tőlem telhetőt megteszek. Jill, ez egy új név. Adjál még lőszert. Köszi. Köszi. Ezt már szeretem. Persze, T. Roland azt tuti, írja, hogy úgy tűnik neki, hogy többet tud a nő, mint amennyit elárul. Az tudko. Nem mozdulj. Nem akarom bántani. Azt mondtam, egy újabb élő. Én csak át szeretnék menni. Megkérném, hogy eressze le a fegyverét. Meg mit nem. Most szépen megfordulsz és... Harmadjára megmenti a segünket? Ó, egy kisgyerek. Ajjaj! Uram, a lányának segítség kell. Nincs. Nincs, aki segítsen rajta. Nem mondd meg nekem, hogy mi kell a lányomnak. Dobja el. Ne! Várjon! Álljon félre. Szos. Hatástalanítani kell, mielőtt átváltozna. Azt a rohadt élet. Hatástalanítani? Az ég szerelmére ő a lányom. Ő már nem a lányod, szekény. Csak hagyja őket. Szos. Emma! Édesem, mondtam, hogy maradj bent. Basszus. A puci. Basszus. Igen, Emmi. Itt van a puci. Á, de itt para van. Ez a játék. Azok a kibaszott lények. Nézzék, mit tettek velünk. Te zsaru vagy. Neked tudnod kellene valamit. Hogy történhetett ilyen? Há? Ő volt a mi kis angyalkánk. Mikor fog átváltozni és beleharapni a nyakába? A Nyuci. A Nyuci alszik, kicsim. Alszik, mi? Ja. És én most téged is lefektetlek, jól van? Emma. Menjenek el! Hadd maradjunk egyedül!
Az igen, basszus. Az egy dolog, hogy előlem elhallgatja az igazságot. De előlem miért? Hoppá. Szeretném kideríteni, mi történik itt. És megállítani a felelősöket. Segíteni az ilyen embereken. Ezért csatlakoztam a rendőrséghez. A küldetésem, hogy leállítsam a teljes Umbrella működését. Lehet, hogy nem éljük túl. Hoppá. Bármibe is kerül a város megmentése. Benne vagyok. Még ezek után? Még állítsuk le az Umbrellát? Nincs semmi... Várjál, még egy kicsit körbenézek. Adhatna egy fegyverbolt sokkal több töltényt. Kifogyhatatlan mennyiségű töltény heverhetne itt. De úgy látszik, már kilútolták a helyet. Hát ez... Hihetetlen. Hát ez hihetetlen. És most még állítsuk le a teljes Umbrellát. Hallottál az Umbrella vállalatról? Egy gyógyszeripari cég, nem tudunk bemenni oda. Biofegyvereket készítenek. Van egy vírusuk. Az embereket elpusztíthatatlan szörnyekké változtatja. Mint a zombi. Ez megmagyarázza, amiket láttam. Umbrella, ott a reklám, de durva. Ezért keresem Annette Burkint. Ő az egyik Umbrellás, aki felelős a vírus kiszabadulásáért. Annette, aki volt a... Volt a felvételen. Hát, T. Roland, ez a kaptárról szól. Ez a játék ugyanaz. Tehát jól mondod. Jól mondod. Te Resident Evil ez a kaptár. Így jutunk el Annette-hez. Abból, amit elmondtál, a csatorna beleillik a képbe. Ahogy mondod. Csak utánad. Jesszus. Na, már ő is kezd itt velünk kacifántoskodni. Egy csatornába akar velünk menni. Kettecskén. Hát ez milyen romantikus. Jaj, mamám. Kizárt, hogy egy igazi tudós ide lent éljen. A központ szerint ez egyenesen az Umbrella titkos létesítményébe vezet. Ugyan csatornák futnak végig a város alatt. Hogy lehetett egy létesítményük a hatóság tudta nélkül? Üdvözöllek a valóságban. Az Umbrella irányítja Raccoon City-t évek óta. Jól mondod, még mindig T. Roland, a film az ugyanaz. Az ugyanaz. De jó ég! Ez földrengés volt? Vagy egy újabb... Remélem, hogy az volt. Trapista. Persze, hogy... Mi a fasz? Óvatosan! Isten tudja, hogy mi van ide lent. Ez... Mi? Ez... Mi? A rohadt nagy förmedvénye volt? Bocsi, néni. Úgy-úgy, Milan Jojovics. Mennyire csíptam egy mentési pont. Ez az! Igen! Yes! 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 Mentési pont! Yes! Ó, igen. Még mentsél. Hát, gyerekek, én azt mondom, hogy itt pont a mentési pontnál lesz elég. Jaj. Hát, kikészített ez a játék, nem hazudok nektek, kikészített. 6 órát raktunk már bele, azt mutatja itt nekem. Hát én 5 órát játszottunk vele az előző streamben.
Most is... Ja, még, de most is még 2 órát. Hát... Jól számolok? Nem jól számolok. 3 órát. Ugye? Igen. Jaj. Nagyon gondolkozom rajta, hogy nem biztos, hogy kéne ezt a játékot folytatni. Kikészít, nagyon para. Nem tudom még hány óra van ebből hátra. Majd megnézem meg, hogy egyáltalán menne. Mert ezzel a minimális lőszerrel engem most ez nagyon kikészített. Fú, őszintén megmondom nektek, hogy ez a rész most nagyon kikészített. Az, hogy nincs elég lőszered, nem tudsz normálisan harcolni a zombikkal, belelősz 5-öt, nem döglik meg, és aztán a trappolóról ne is beszéljünk, az meg még inkább kikészített. Jó, ott hülye voltam, mert belelőttem, mint kiderült full feleslegesen. Pedig Krisz írta, hogy csak bújkálni kell előle, de hát amikor először megláttad, mi lenne? Magadtól hogy jutna eszedbe, hogy bújkálni kell előle? Hát rögtön az jut eszembe, hogy szétlövöm a fejét. Haj. Zsuzsi írja, hogy 9 órás végig játszás is van fent erről a játékról. Nagyon nehézkes. Igen. Nagyon nem egyszerű ez a játék. Nagyon nem egyszerű. Hát a 9 órás, azt gondolom, az tudta. Nézd, már megtámadt valami bogárka. Milyen bogárka vagy te? Ráment a billentyűzetemre. Mész le róla? Hát az egyik bogár a Resident Evil játékból. Hát nem hiszem el. Hát várjatok, hát megpróbálom elkapni. Hát de bemászik a billentyűzetembe. Hát ez gyere már ki onnan. Nem te játszol, én játszom. Jó, elkapva. Ez is megér egy GG-t. Na, tehát nem vagyok benne biztos, hogy lesz még folytatás ennek a Residentnek. Erre alszom egyet. Ez a mai rész kikészített. Nem tetszik ez a stressz faktor, ami itt van a játékban. Mert ha van egy olyan biztonságérzeted, hogy van lőszered, mint ahogy a többi Resident, azt hiszem talán a pisztolyokban kifogyhatatlan golyó van, de lehet, hogy megkeverem, lehet. Ne vegyétek 100-nak, amit mondok. De hogy nem tudtál semmivel harcolni, ott az a kés, az semmit nem ér. Vagy tényleg én csinálok valamit rosszul, vagy rohadt nehéz ez a játék. Nem tudom, én nem szagolgattam meg, Zsuzsi írja, hogy büdös lett a billentyűzet. Júj, Zsuzsi írja, én nem bánom, ha nem lesz folytatás ebből a részből. Jó van, akkor örülök, köszi, Zsuzsi. Meglátjuk. Jó, tényleg alszom rá egyet, de nem ígérem, hogy lesz folytatása. Azért remélem tetszett nektek. Írjátok meg nyugodtan, visszanézőket is kérem, írjátok meg nyugodtan komment szekcióba, hogy tetszett. Van-e, aki kedvet kapott a játékra? Kifejezetten kíváncsi leszek rá. De mégis eljutottunk idáig, ami azért megér egy tapsot, minimum. Megér ekkora szenvedés után. Köszönöm, hogy tartottátok bennem a lelket a stream alatt, meg hogy itt voltatok velem. Ne felejtsétek el, vasárnap jön a legjobb pillanatok 6 második rész, azaz a folytatása. Remélem, az is tetszeni fog nektek, illetve ahogy lenni szokott, vasárnap felrakom a jövő heti menetrendet. És így. És így. Nagyon lefárasztott most ez a rész, de minden esetre tényleg köszönöm, hogy itt voltatok velem, és tartottátok bennem a lelket, szurkoltatok, meg jöttek a poénok, meg minden. Pihenjetek egy hatalmasat hétvégén, mindenkinek azt tudnám mondani, én így fogok tenni, és jövő héten megtalálkozunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, köszi Zsuzsi a moderálás, köszi mindenkinek az aktivitást, jó hétvégét, jó pihenést, köszönöm, és sziasztok!